A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ahhoz, hogy megértsük 1956 történéseit, tudnunk kell azoknak a történetét is, akik megélték ezt, sőt tettek is azért, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharcra méltó módon emlékezzünk. Ehhez viszont el kell indulnunk Szamosújvárról, hogy a 9 gyermekes Pongrász család történetét megismerjük, hiszen hatan is ott voltak a Korvin közben a legendák között, és ön itt van köztünk, tisztelettel köszöntöm. Induljunk el, mi minden történt, hogy Szamosújvárról hazaköltöztek, otthonról haza, ha úgy tetszik? Hát édesapám a második világháborúban volt, és mikor vége volt a háborúnak, úgy döntöttek megint, hogy Erdélyt megint a románoknak adják, akkor édesapám egy szekeret küldött utánunk, és édesanyám felpakolt minket, 7 gyereket, és átjutunk Magyarországra. A második világháború miként határozta meg a család életét? Hát úgy, hogy nem maradtunk Erdélyben, hogy átjutunk Magyarországra, és akkor itt voltunk 56-ig. Nyilván ennyi gyerekkel nagyon fontos volt, és azért olvasom, hogy meglehetősen sokat költözködtek, míg végül Budapesten otthonra találtak Soroksáron. Igen, juttatott házat kaptunk Soroksáron, és édesapám földdel gazdálkodott, és a család ott volt 56-ig. 1956 már azért 17 esztendős volt, és azt gondolom, hogy akkor már nyiladozik az értelem, kis hián felnőtt az emberfia. Miként értesültek az 56-os eseményekről? Hát én az égvilágon semmiről nem tudtam. Én október 23-án iskolába mentem, én akármikor máskor, és fogalmam se volt, hogy aznap este én fogom a Sztalin szobár lábát vágni, hogy lehúzzuk. Mi minden történt önökkel, hiszen tudjuk, hogy hatan voltak, akik részt vettek a Korvin köz védelmében, illetve az 56-os forradalom végéig tartották magukat. Igen, mi hatan voltunk testvérek, és kezdjem a legidősebbel, Ödön bátyám, ő választotta a Korvin közt, hogy harcra álljunk az oroszokkal, és amikor én a Sztalin szobornál voltam, akkor Ernő bátyám volt a második, aki Nagy Imrét hozta be a parlamentbe, és mondta Imre bácsának, hogy beszéljen a tömeghez, és keresett egy magyar zászlót a parlamentbe. Az egész parlamentben nem találtak egyetlen magyar zászlót, amelyiknek nem lett volna a közepén a kommunista jel, és más nem tudott csinálni, kivette a zsebéből a bicskáját, és kivágta. És így jött az első Lukasz zászló. Ez Ernő volt, aztán utána Bandi bátyám, aki tulajdonképpen a lámpagyárba, ami mi tudtuk, hogy fegyvergyár, ment és fegyvert hozott, utána Gergely, aki mint tudott, nagyon jól el van ismerve, hogy a főparancsnoka volt a Korvin köznek, és utána Bálint bátyám, aki 2 évvel idősebb nálam, aki együtt diszidáltunk, ő hozta a kis ágyut a Korvin közbe, amelyiket Ödön felállította a Korvin mozi lépcsőire, amivel szembe a körúton 12-13 tankot kilőttünk. És aztán én voltam a hatodik, aki, mondom, reggel iskolába mentem, az égvilágon semmiről nem tudtam, és délután bementem az operába, mert mint az iskola kultúrfelelőse, én árultam jegyeket a budapesti színházakba,
és aznap délután bementem az operába, hogy elszámolják a jegyekkel, amit eladtam, és felvegyem a következő hónapra, és mikor kijöttem az operából, akkor láttam egy géppel írott papírt oda csirizelve az opera falára. Megyek, nézem, olvasom, mondom, Jézus, már valaki látja, hogy én ezt olvasom. A fiataloknak az 14 pontja volt. És hát megyek hazafelé, csüngök a villamoson, és amikor elmentem ott a Nemzeti Színház, ami megvolt akkor mellett, láttam egy csoport fiút, lányt beszélgetni. Leugottam a villamosról, oda mentem, hogy lássam, hogy mi történik, hogy láttam, hogy amit olvastam, valami biztos lehet valami köze hozzá, és ott határoztuk el, hogy megyünk és lehúzzuk a Sztálin szobrot. És mire odaértünk, már nagyon sokan voltak, és talán 15-20-an ott próbálkoztunk, és annyi bajunk volt, meg se tudtuk mozdítani, több mint 2 órát kínlottunk, a teherautókat megraktuk macskakővel, hogy súlya legyen, és akkor elszakadtak a drótkötelek, és én gépipari technikumban jártam, és mondtam ott a gyerekeknek, hogy el kell vágni a lábát, másképp nem tudjuk lehúzni. És mondta az egyik gyerek ott mellettem, hogy nekünk van az iskolában lángvágó, mondom, gyere, menjünk, hozzuk el. Elhoztuk, és elvágtam a lábát, csak úgy tudtuk lehúzni. A Korvin köz példa a hősiességre, a Korvin közben harcoló fiatalok pedig példaképek ma is. Mi minden történt még ezután, hiszen tudjuk, hogy ez a dicsőséges néhány nap meghatározza a magyar történelmet. Hogy gondolták, hogy sikerrel járnak-e? Hát mi nem gondoltunk siker, vagy nem siker. Mi csináltuk, amit gondoltunk és tudtunk akkor. Harcoltunk. Őszintén én a legfiatalabb voltam a 6 pangrác közül. Engem nem nagyon engedtek közel a tűzhöz. Én nem harcoltam, de én minket a fiatalokat, Ödön bátyám, arra kért, hogy mentünk a lakásokba, a Korvin közben, és kértünk az asszonyoktól üvegeket, azok még nagyon szívesen öntötték ki a paradicsom szószt az üvegekből, és adták nekünk, amivel Ödön bátyám csinálta a benzines üvegeket, mert a Korvin mozi hátuljánál volt egy benzinkút, és azt Ödön bátyám feltörte, és onnét jött a benzines üvegek. Miként értesültek november 4-éről a szovjet csapatok bevonulásáról? Hát hallottuk, hogy bejöttek az oroszok, és aztán annyit adtak nekünk, amit már nem tudtunk elviselni. És pár nappal 4-e után Gergely bátyám elhatározta, hogy ki kell menjünk a Korvin közből, mert elfogtak ott egy pacákot, aki mérnöknek nézett ki, és hozták Gergely kivaladta, és ez egy orosz mérnök volt, aki jött, hogy bemérje a Korvin közt, mert meg akarták bombázni az egész környéket, mert már nem tudtak mit csinálni a korvinistákkal, a Korvin közzel. És akkor Gergely mondta, hogy ki kell menni, nem hagyja, hogy már nincs semmi értelme tovább a Korvin közből harcolni, hogy ott lebombázzák az egész környéket. Jött a megtorlás időszaka, nyilvánvaló, hogy akkor terveket kellett szűni. Miként gondolkodtak önök, Pongrácz fivérek, arról, hogy mi lesz november 4-e után? Hát már a november közepe felé már nem lehetett hazamenni, már édesanyám mondta, hogy keresnek, és én voltam a legfiatalabb, és én határoztam el, hogy én megyek, diszidálok. Nem adom nekik az életemet 17 évesen, és 2 évvel idősebb bátyám Bálint, és másik 2 barát 4-en, a szószoros értelmében 3 nap, 3 éjjel gyalog mentünk ki Ausztriába. Mi történt Ausztria után, hiszen nyilvánvaló, hogy egy új életet kellett kezdeniük? Hát igen, az első reggel
mikor Ausztriában voltunk, valaki kiállt az útvonalra, és mondta, aki Angliába akar menni, álljon sorba. Hát mondtam, bátyámnak elmegyünk Angliába. Hát, és beálltunk a sorba, és elvittek Angliába, bányásznak. Egy egész vonat tele magyarokkal, úgyhogy még a vonat ráment a hajóval, hogy átvittek Angliába, és elvittek egy bányásztáborba, hogy bányászok leszünk. De aztán persze én nem lettem bányász, és az írek voltak nagyon rendesek, kedvesek, akik segítettek. Az angolok nem nagyon segítettek, de az írek segítségével aztán én ott maradtam. Szerencsém volt, mert kérdeztek, hogy mit tudok. Munkát kerestem, és hát beszélni nem tudtam angolul, és mondtam, hogy én tudok esztergálni. Ó, hát annyi munka van, amennyit akarunk. És akkor én esztergáltam, és közben a többi része a családnak ketten-hármanként átjöttek Ausztriába, és egy rokon pap volt az örmény a megkitáristáknál Bécsbe, aki a sógörnömnek a testvére volt, és persze a család oda ment. Mi gyerekek nem is gondoltunk rá, hogy oda menjünk. Ők mind oda mentek, és akkor ott egy öreg pap mondta édesanyámnak, hogy Annuska, csak Amerika, ne is gondolkozzanak semmi máson. És Amerikában volt a megkitáristáknak egy örmény katolikus templomuk, Cambridge, Massachusetts-ba, és akkor oda mentek, ők szponzoráltak, hogy mentünk Amerikába. Mihez kezdett a tengeren túlon? Hiszen az új világ, új kényszer, új feladatok, új munkát kellett keresnie. Mikor talált otthonra? Hát otthonra találtunk, de muszáj volt. És aztán én 4 évvel később, 61-ben elmentem az egyetemre, akkor már gagyogtam egy kicsit angolul, de azért mentem az egyetemre, ott ismertem meg a feleségemet, egy nagyon drága kis leányka, akinek mind a 4 nagyszülője lengyel, de ő is, és már a szülői is ott születtek. És akkor megnősültem 64-be, most voltunk 57 éves házasok, és van 4 gyerekem, 5 gyerekem, 4 fiam és 1 lányom, és van 20 unokám. Gratulálunk hozzá. Miként tudta tartani a kapcsolatot a családjával? Volt-e erre módja, lehetősége? Hát először az ír barátom segített, hogy megtaláltam a családot, hogy Amerikában vannak, ami elég sok ideig tartott, mert nagyon aggódtam, mert mikor segített, hogy telefonáljak Magyarországra, a posta felvette a telefont, és hogy kapcsolta volna a telefon a házakat, és akkor posta a pongát, csak hát a pongát ház üres, nincs ott senki. És akkor csak oda voltam, hogy hol van a család, mire megtaláltam, hogy valóban Amerikába mentek. Mikor sikerült ismét újra találkozni a még élő családtagjaival? Hát én közel egy hónapban kellett, én csak 57 novemberében kerültem Amerikába, mert túl jól ment a dolgom Angliába. Nagyon jól kerestem az esztergával, és vettem magamnak egy motort, és aztán vettem egy nagyobb motort, és egy balesetem volt, úgyhogy 5 csontörés, majdnem meghaltam. Úgyhogy amikor én Amerikába mentem, a jobb kezem teljesen halott volt, nem is tudtam megmozdítani. Az angolok nem törődtek velem, betették gipszbe, és Amerikába úgy fódozták össze a karmat, hogy valami... le tudtam élni az életemet vele. Azt mondják, hogy a magyar marad Amerikában is, vagy bárhol másutt a világon. Ezt volt-e olyan magyar közösség, ahol otthonra talált kint? Igen, mindenütt van magyar közösség, és mi, mikor Amerikába értünk, az én családom, mi nem mind menekültek voltunk, és éltünk, hanem mind forradalmárok. Mi iskolákba, klubokba, templomokba legalább még 20 évig
beszéltünk a kommunizmusról, és akartuk informálni az amerikai népet, hogy mi is kommunizmus, hogy miért volt, amiért harcoltunk, és hogy győzött a forradalom, és mi örömmámorba ölelgettük egymást az utcákon 28-e után, amíg bejöttek az oroszok megint, és mi örventünk és boldogok voltunk, hogy győzött a forradalom, és azt hittük, hogy Nagy Imre miniszterelnökségével egy szabad országban fogunk élni. De aztán jött november 4-e és a harcok utána, és sajnos ez nem történt meg. Mikor érezte először, hogy itt az ideje, hogy hazatérjen, és megossza velünk, megossza mindenkivel, hogy mi minden történt, hiszen önök már legendák lettek távollétükben is? Hát engem még 89-ben nem engedtek be az országba, Magyarországra. 89-ben jöttem a hugommal, és kocsival mentem volna keresztül Magyarországon Aradra eltemetni a nővéremet, és nem engedtek be az országba. Meg kellett kerüljem Magyarországot, és Jugoszlávián keresztül menjek oda. És 90-ben volt először, amikor beengedtek. Azóta én minden évben itt voltam. Legalább egyszer volt olyan év, hogy itt voltam 4-szer. Csak tavaly előtt volt az első év, hogy nem tudtam hazajönni. Én októberi ünnepségekre mindig itthon voltam, és most már a Corvin közben is, azt hiszem ez a 6. vagy a 7. év, hogy beszéltem az októberi megemlékezésen. Ilyenkor, mikor eljön egy ilyen iskolába, ahol fiataloknak meséli el a történetet, hiszen ezt mindenkinek tudnia kell, akkor mi az első gondolata egy ilyen meghívás kapcsán? Mit ad át a fiataloknak a története? Hát nagyon szívesen jövök, és most hálás vagyok a mi hazánknak, hogy megszervezte ezt az országjárást nekem. Azt hiszem, ez most már a 12. iskola, ahol vagyok, és még van jó néhány, ahova fogok menni. És nagyon örülök, hogy látom a fiatalságot, és próbálom nekik elmagyarázni, és hogy értsék meg, és érzékeljék nem csak az, hogy mi volt a forradalomban, de hogy miért volt a forradalom. Milyen életet éltünk mi abban az időben, hogy én egy 17 éves kölyök iskolába mentem reggel, és estére fűrészeltem, hogy láttam a Sztalin szobor lábát. Hogy élhettünk mi? Milyen borzasztó lehetett a mi életünk, hogy elhatároztuk, hogy már nem lehet tovább úgy élni. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.